ötödik alkalommal rendeztek Dutra találkozót Szőnyben január 18-án. A résztvevők száma is azt mutatta, hogy a találkozók közül a szőnyi előkelő helyet foglal el, és egyre népszerűbb. Az ország számos részéből érkeztek a dutrások, a többi köz Szarvasról, Kiskörösről. A tanácskozás elsődleges célja a tapasztalatcsere. Az esemény a Komáromi Magyar Kultúra heti rendezvénysorozathoz kapcsolódott. A magyar műszaki kultúrának szerettek volna emléket állítani. Az esemény vendégelőadója dr. Stíber József volt, aki a fejezetek a kispesti gép- és traktorgyár gyártmányainak történetéből 1900-tól 1973-ig című könyvéről beszélt. Az 1920-as években már traktorokat gyártottak az üzemben, amelyet 1948-ban államosítottak. Az utolsó Dutra traktorok gyártását 1975-ben fejezték be. A közös szenvedély összeköti a lelkes társaságot, akik még külföldön is kutatnak a régi gépek után. Tablókon, posztereken, képeken keresztül idézhették fel a közös emlékeket. A Petőfi Művelődési Ház előtt pedig Nagy Vilmos frissen felújított Dutráját csodálhatták meg a résztvevők. Out of the promises we made.